Szárazság. Hetek óta nem esett jelentős csapadék, ez pedig megviseli a mezőgazdaságot. Megbízó levél. A 13 hazai nemzetiségből 7-en alakítottak önkormányzatot Nyíregyházán. Határidő. Néhány nap maradt a pénzmosás elleni törvény miatt elrendelt kötelező banki adategyeztetésre. Megviseli a mezőgazdaságot a hetek óta tartó szárazság. Ez a Kölcsey Televízió híradója, üdvözlöm Önöket! A csapadék hiány most elsősorban a repcénél okoz károkat. Sok az egyenetlen, tőkehiányos termőterület. Sok gazdálkodó csak akkor akar vetni, ha megérkezik az eső, viszont minél később teszik ezt meg, annál több vetőmagra lesz szükségük. Hetek óta nem hullott jelentős mennyiségű eső az országban, ez pedig a termőföldeken is érezteti hatását. A száraz időszak a betakarításnak ugyan kedvez, ahogyan a napraforgó és kukoricatermésnek is. Az őszi vetésűeknél azonban akadályokat gördít azon gazdálkodók elé, akik a talajt szeretnék megművelni az apró magvak vetéséhez. Néhány szántóföldi növénynél már most látszik, hogy súlyosak a károk. A repcét elvetettük nagyjából körülbelül annyit, amennyit szoktunk a megyében, ez egy 6000 hektár környéke, de már vannak benne sok olyan egyenetlenkedések, ami helyett mást fognak vetni. Ez körülbelül 1000 hektárt is elérhető a megyében, úgyhogy csökkenni fog ez a repcének a termőterülete. Közben itt lenne már a búza, a rozs és a tritikáli vetési ideje, de sok gazdálkodó kivár a csapadékra. A késlekedés azonban kockázatot is rejt magában. Minél később vetjük el ezeket az őszivetési növényeket, annál többet kell vetőmagból használni, hogy már számítunk arra, hogy minden szem esetleg kifagyhat, vagy nagy lesz a fagyás, nem tud megerősödni, bokrosodni, úgyhogy már a költségesebb körülbelül egy ilyen hetenként 10 kilóval többet kell elvetni, mint ha optimális időben vetnénk el. Hát november 1-ig mindenképpen el kellene, hogy vessük az őszivetésűeket. Az Agrárkamara megyei elnöke szerint azt már most látják, hogy nem várható 100%-os betakarítás a földeken. Jelentős esőre ráadásul még néhány napig nincs is kilátás, ami tovább ronthat a helyzeten. Egy biztos a gazdálkodóknak nem 2019 lesz a kedvenc évük. Idén a jelentős csapadékhiány és a hirtelen jött felhőszakadások, viharok is nehezítették helyzetüket. Magyarországon 13 államalkotó nemzetiség van nyilvántartva, amelyek közül 7 közösség Nyíregyházán is önálló nemzetiségi önkormányzatot alkot. Az október 13-ai választáson rájuk is lehetett szavazni. A megbízó levelek átadását és az alakuló üléseket pénteken délelőtt tartották. A Városháza bencs termében közös eskütétellel kezdődött a nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek munkája, majd ezután vehették át megbízó leveleiket a megválasztott képviselők. A nemzetiségi önkormányzatok működését és jogait az alaptörvény biztosítja, így 5 évente ők is képviselőket választanak és önkormányzatot alakítanak. Magyarországon 13 bejegyzett és elfogadott nemzetiség van, Nyíregyházán 7 nemzetiségi önkormányzat alakult meg, roma, szlovák, német, örmény, ruszin, lengyel, és azt hiszem, hogy meg is van a 7. Magyarország alaptörvényének 2012-es hatályba lépésével a nemzeti és etnikai kisebbség fogalmát a nemzetiség kifejezés váltotta fel. Eszerint nemzetiségnek tekintjük azon népcsoportokat, melyek legalább egy évszázad a Magyarország területén élnek, a lakosságon belül számszerű kisebbségi közösséget alkotnak, a lakosság többi részétől saját nyelvük, kultúrájuk és hagyományaik különböztetik meg őket, és összetartozást tudattal bírnak. A nemzetiségi törvény egyértelműen meghatározza azokat a jogokat, amelyeket gyakorolhatnak. Itt leginkább azt tudjuk kiemelni, hogy a nemzetiségi önkormányzatokon keresztül a nemzetiségek az identitásukat meg tudják őrizni, hagyományaikat, tradícióikat ápolhatják, és azokat a közösségeket, amelyeket egyébként itt megőriztek Nyíregyházán is, azokat be tudják vonni ezekbe a tevékenységekbe. Az elmúlt évek azt mutatták, hogy Nyíregyházán mind a 7 nemzetiségi önkormányzat nagyon hasznosan és nagyon sikeresen működik, hiszen egyikük sem most alakul meg először, hanem az elmúlt években, évtizedekben komoly hagyományokkal rendelkezik. A ceremóniát követően a nemzetiségi önkormányzatok munkához is láttak, megtartották alakuló ülésüket és vezetőket is választottak maguk közül.
Felfüggesztett börtönre ítélték az országos roma önkormányzat elnökét. A bíróság által megállapított a vádirattal lényegében egyező tényállás szerint az ORÖ a 2018-as országgyűlési választásokat megelőzően az állami költségvetésből 81 millió forint kampány célú támogatást kapott. A vádott 2018. március 24-én Ibrányban találkozott egy rendezvényszervezéssel foglalkozó társaság egyik munkatársával, akitől azt kérdezte, hogy a cég az önkormányzat részére megszervezne egy rendezvényt, amelynek költségéről számlát kellene kiállítani. Amikor a férfi érdeklődött a rendezvény időpontjáról, Balogh János azt mondta, hogy a rendezvényt nem tartják meg. A néhány nap múlva megtartott másik találkozón a vádlott arra kérte a tanút, hogy annak cége állítson ki 3,5 millió forint összegű számlát az ORÖ, mint megrendelő részére egy meg nem tartott eseményről. Balogh a férfinak azt mondta, a számlán feltüntetett összeget az önkormányzat átutalná a KFT-nek, amelyből megtarthat 600 ezer forintot, a többi pénzt azonban vissza kell adni neki. A férfi nem fogadta el az ajánlatot, a beszélgetésről pedig hangfelvételt készített. Több mint 1800 doboz adózatlan cigarettát találtak egy autóban a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a megyében. A pénzügyőrök egy magyar gépkocsit és annak sofőrét ellenőrizték Beregsuránynál. Az autó átvizsgálásakor a csomagtartóban és utastérben lévő podgyászokban és kézitáskában bukkantak rá a 2,5 millió forint értékű csempész árura. A navosok a füstölnivalót és az autót lefoglalták, a sofőr ellen pedig költségvetési csalás elkövetésének gyanúja miatt feljelentést tettek. Nyíregyházán a szállópor légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke több napja meghaladja a tájékoztatási küszöbértéket, így a megyeszékely közterület felügyelete tájékoztatja a lakosságot, hogy a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet szerint a város közigazgatási határain belül, a belvárosban, közterületeken, valamint azokban a városrészekben, ahol a biohulladék elszállítása megoldott, a nyíltéri égetés nem megengedett. A város belterületein folyamatosan ellenőrzik a tűzgyújtás, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok betartását. A közterületfelügyelet arra kéri a lakosságot, hogy olyan fűtési módot válasszon, amely nem növeli tovább a szállópor koncentrációját. Amennyiben viszont szilárd tüzelőanyagot használnak, lehetőleg száraz fával fűtsenek. Kerüljék a nedves fa vagy szén használatát, és ne fűtsenek háztartási vagy egyéb hulladékkal. Tűzgyújtási tilalom idején, amelyről a katasztrófavédelem honlapján tájékozódhatunk, illetve smog helyzet esetén, az avar és kerti hulladékok égetése a családi házas övezetben is tilos. Jövő hét csütörtökig kell elvégezni a kötelező banki adategyeztetést, különben október 31-e után zárolhatják a bankszámlákat. Ez azoknak az ügyfeleknek kötelező, akik 2017. június 26-a előtt kötöttek szerződést a bankkal. Ezt egy két évvel ezelőtti pénzmosás elleni törvény miatt kell megtenni a természetes személyeknek és a cégeknek egyaránt. Havonta mintegy 25 millió tranzakciót hajtanak végre a banki ügyfelek Magyarországon. Bankkártyával fizetünk a boltban és bankkártya adatok segítségével vásárolunk az interneten. A szolgáltatást azonban zárolhatják a pénzintézetek, ha az ügyfelek nem tartják be az adategyeztetési határidőt. Még 2017. június 26-án lépett életbe a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvény hazánkban. Ez két év haladékot adott a pénzügyi szolgáltatók számára, hogy elvégezzék az ügyfelek ismételt azonosítását. Ennek a két éves türelmi időnek járt le a határideje idén június 26-án. Ezt azonban a kormány még 4 hónappal meghosszabbította nyáron. Annak érdekében, hogy kellő időt biztosítson az eljárások lefolytatásához, mivel június közepéig még több mint 1 millió ügyfél nem egyeztette az adatait. Végül az országgyűlés június 25-én elfogadta a hosszabbításra benyújtott törvényjavaslatot. A szolgáltatóknak a hatályba lépést követő 3 napon belül kötelező volt tájékoztatni azokat az ügyfeleiket, akiknek az esetében az átvilágítás még egyáltalán nem, vagy nem teljes körűen történt meg június végéig. Így az érintett ügyfélkör egyértelműen tudomást szerzett a hiányzó adatok és nyilatkozatok pótlására vonatkozó kötelezettségéről és annak meghosszabbításáról október 31-ig. Az ügyfélnek annyi a teendője, hogy bemutatja a bankban a személyi azonosító igazolványát és a lakcímkártyáját. Ezekről készítenek egy másolatot is. Érdemes minden esetben a számlavezető fiókot felkeresni.
Ha az ügyfél nem tudja személyesen intézni az adategyeztetést, akkor a lemásolt személyi okmányát, illetve lakcímkártyáját e-mailben és postán is beküldheti a pénzintézetnek, illetve több hitelintézetnél élő online videóbeszélgetés is rendelkezésre áll a gyors adategyeztetéshez. A banki azonosítás csak azoknak előírás, akik 2017. június 26-a előtt kötöttek bankszámlaszerződést. A pénzintézetek több módon is értesítették az ügyfeleket az adategyeztetésről az elmúlt hónapokban. Van, aki postai úton a bankszámla kivonatával együtt kapott értesítést, de elektronikus úton és telefonon keresztül is tájékoztatták az érintetteket. A határidő betartása a természetes személyeknek és a cégeknek is fontos, különben október 31-e, jövő hét csütörtök után zárolják a bankszámlákat. A hónap eleje óta igényelhetik a nyelvvizsgával nem rendelkező jelenlegi és volt hallgatók az új, szabad felhasználású nyelvtanulási diákhitelt. Az igényelt összeg 2-3 héten belül a számlájukra kerül, a kamat pedig eltűnik, amint megszerzik a nyelvvizsgájukat. Az új formát néhány nap alatt már több mint 500 000 igényelték. Májusban döntött arról a kormány, hogy újabb eszközzel segítik a nyelvvizsgák megszerzését. A diplomamentő program és az első nyelvvizsga árának visszafizetése után október 1-én elindult a nyelvtanulási diákhitel. Az új konstrukció a diákhitel eggyel megegyező 1,99%-os kamattal vehető fel 100 és 500 ezer forint közötti összegben. A nyelvvizsga mielőbbi megszerzését pedig az egyébként is alacsony kamat mellett más módon is ösztönzik. Abban a pillanatban, hogyha a diákok sikeres nyelvvizsgát tesznek, hiszen ez a célja a hitelnek, akkor kamatmentessé válik ez a nyelvtanulási diákhitel a kormány kamat támogatásának köszönhetően. Kissé eltér egyébként az eddigi diákhitel termékektől, hiszen itt már az igénylést követő 2-3 héten belül az igénylő számláján lehet az összeg, és kezdőben ez egy szabad felhasználású diákhitel, hiszen a diákhitel központ nem vizsgálja azt, hogy a hallgatók ezt egy nyelvtanfolyamra, egy nyelvtanára, akár külföldi nyelviskolára, vagy nyelvtanulás segítő eszközökre költik, tehát tulajdonképpen szabadon használhatják fel a pénzt. Felső korhatár nincs, és minden aktív vagy passzív felsőoktatási hallgató igényelheti az egy összegben felvehető nyelvtanulási diákhitelt. Még csak az sem feltétel, hogy az igénylő jelenleg is egyetemen vagy főiskolán tanuljon. A volt felsőoktatási hallgatók is igénybe vehetik. Jelenleg 93 ezer olyan volt diák van a piacon, aki a nyelvvizsgájának a hiánya miatt nem tudja átvenni a felsőoktatási diplomáját. Ezt felismerve döntött úgy a kormány, hogy szükséges egy újabb a diplomamentő termékhez valamennyire hasonló hiteltermék bevezetése. Tehát ez egy nagyon nagy szám, és elsősorban nyilván őket célozza ez a termék, és hogy egyébként mennyire valós választ ad egy valós problémára ez a termék, az abból látszik, hogy pár hét alatt már több mint 500-an igényelték ezt a terméket a diákhitel központnál, tehát egy eléggé sikeres és népszerű termékről beszélünk. Az a diákokra van bízva, hogy a rendelkezésükre álló 1 és 5 év közötti periódusból milyen törlesztési időt választanak. Ráadásul az első év türelmi idő, vagyis csak ennek letelte után kell elkezdeni a visszafizetést. Amit sikeresen levizsgáztak, egy igazolást kell benyújtaniuk a diákhitel központhoz a megszerzett nyelvvizsgáról. Onnantól tűnik el a kamat, és válik a konstrukció egy kamatmentes hitellé. Sorozatban harmadik bajnoki győzelmét szerezte meg a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B piros csoportjának 5. fordulójában lejátszott mérkőzésen a Meavc Miskolc csapatát verték 95-67-re. A sérült amerikai légiósok nélkül pályára lépő miskolciak ellen néhány percre volt szükségük a hazaiaknak ahhoz, hogy magukhoz ragadják a kezdeményezést, az első negyed végén már 10 ponttal vezettek a kékcápák. A második 10 percben újabb 8 pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda, amely abszolút uralta a mérkőzést. Fordulás után is az addigi mederben folyt a meccs, a lelkes vendégek egy-egy szép megoldással felvillantottak valami tudásukból, de az olló tovább nyílt a két csapat között. A záró negyedben csak az volt a kérdés, hogy elérik-e a hazaiak a 100 pontot. Ez végül nem jött össze, de a sorozatban harmadik győzelem igen, úgy, hogy Siska János valamennyi játékosát pályára küldhette. Azt kértük a mérkőzés előtt, hogy komolyan vegyék a mérkőzést, hiszen azért a Miskolc az erősen védekezik, gyorsan támad, azért oda kell figyelni rájuk, még így is, hogy nincsen külföldjük. Azt kértem, hogy vegyék komolyan, és mindenki maximális erőbedobással játszon.
A mérkőzésen 12 szerzett pont mellett 11 gólpasszt is kiosztó Busivál szerint fontos, hogy valamennyi játékos kivehette a részét a győzelemből. Ilyen meccsek kellenek, hiába 2, 3, vagy 4 percet játszanak a fiatalok, akkor is a fejlődésüket szolgálja, hogy belekóstolhatnak úgymond a felnőtt kosárlabdába. Mindenképpen szeretnénk, hogy a hazai meccsünknek a zöme ilyen legyen, és a végén a juniorok tudják befejezni. Mi is örülünk, és ők is szerintem. A vendégek vezető edzője a két csapat játék erejének tükrében reálisnak tartotta a mérkőzés eredményét. Gratulálok a házigazdának, megérdemelten hozták a papírformát. Én úgy gondolom, hogy egy extra trükkös és jó játékot mutató amerikaival és 3 komoly átcsoportos rutinnal felvértezett legénnyel többek voltak ma. Ha azt veszik, hogy ez pusztán 27 pontos különbségben realizálódott, akkor azt mondom, hogy jól dolgoztak a fiaim. Ha azt mondom, hogy nem egy percig, de 3 perc után nem volt esélyünk, akkor azt mondom, hogy ez a realitás a mai mérkőzésen. Mindenképpen örömteli, hogy a 18-20 éves játékosaim is betaláltak, és szeretnénk ezeket a hibákat, amiket elkövettek egy ilyen jó csapat otthonába, ezeket csapatszinten javítani. A Nyíregyháza Blue Stars hétfőn Hepkupa mérkőzésen a Sunshine Nyíksi otthonában lép pályára, szerdán pedig a PVSK második csapatához utaznak Busivánék. Szombaton ismét hazai környezetben lép pályára a kisvárdai futballcsapat. A tabellán 13 ponttal jelenleg 5. helyen álló várdaiak, a 17 ponttal 4. Puskás Akadémiát fogadják az NB1 10. fordulójában. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. Érthetően jó hangulatban készültek a héten a kisvárdai futballisták, mivel az elmúlt fordulóban Kaposváron 2-0-ás győzelmet aratott a csapat. Lukász gólja élményszámba ment, Gosztonyi András pedig szülővárosában volt eredményes. A szakmai munkáért felelő Kocsis János mellett ott volt a kispadon Dajka László is, aki tavaly a Puskás Akadémia ellen mutatkozott be Kisvárdán vezetőedzőként, szombaton pedig a Felcsőtiak elleni lesz az első hazai meccse visszatérése óta. Örülök, hogy visszatértem, mint ahogy beszéltük is a stábbal és a játékosokkal is, hogy próbálok segíteni mindenhol, ahol tudok, hogy minél sikeresebb legyen a csapat. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt hét is minket igazolt. Megérdemelten szereztük meg a 3 pontot Kaposváron. Nagyon nehéz mérkőzésünk lesz a Puskással. Hetek óta eredményesen futballoznak, de természetesen megpróbáltunk egy olyan játéket, olyan taktikát választani, ami eredményes lesz. Természetesen ez majd a mérkőzés mutatja meg, hogy mi az, amit el tudtunk érni ezzel a elhatározással. Én bízom benne, még egyszer mondom, tisztában vagyunk vele, hogy egy jó paszban lévő csapat látogat hoznánk, de ahogy én annak idén is mindig mondtam, ha jön valaki Kisvárdára, amikor meglátja a Kisvárda táblát, akkor az érezze, hogy itt vért fog izzadni ahhoz, hogy jó eredményt érjen el. A tabellán a Puskás Akadémia 17 ponttal áll a 4. helyen, megelőzve a 13 ponttal 5. Kisvárdát. Tisler Patrik, aki korábban 4 évet töltött Felcsúton, a Várda legutóbbi 2 hazai meccsén betalált, a szurkolók pedig bíznak a folytatásban. Ígérni nem szoktam, de az biztos, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy gólt szerezzek, hiszen nekem igazából ez a dolgom csatárként, hogy góllal segítsem a csapatot, de ha esetleg góla nem tudom, akkor ugyanúgy kiveszem a részemet minden egyéb másból, amit kér a vezetőedző, úgyhogy én úgy gondolom, hogy amit tudok, azt meg fogom tenni a pályán, és nyilván persze minden meccsen úgy jobb megyek fel, hogy gólt szeretnék rúgni, ez most sem lesz másképp szombaton. Igen, itt a hazai meccsek azért úgy jól sikerültek, de úgyhogy szeretném folytatni, de mondom még egyszer, a 3 pont és a győzelem a legfontosabb. A Kisvárda Puskás Akadémia mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A 10. forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd Debrecen, Újpest Zalaegerszeg, Budapest Honvéd Kaposvár, Paks Diósgyőr és Molfehérvár FC Ferencváros. Most pedig iratunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban.
Megviseli a mezőgazdaságot a hetek óta tartó szárazság. A csapadék hiány most elsősorban a repcénél okoz károkat, sok az egyenetlen tőke hiányos termőterület. Sok gazdálkodó csak akkor akar vetni, ha megérkezik az eső, viszont minél később teszik ezt meg, annál több vetőmagra lesz szükségük. A betakarításnak, valamint a kukorica és napraforgó termésnek ugyanakkor kedvezett ez az időszak. Magyarországon 13 nemzetiség része az államiságnak, melyek közül 7 közösség Nyíregyházán is önálló nemzetiségi önkormányzatot alkot. Az október 13-ai választáson rájuk is lehetett szavazni. A megbízó levelek átadását és az alakuló üléseket pénteken délelőtt tartották a nyíregyházi városházán. Jövő hét csütörtökig kell elvégezni a kötelező banki adategyeztetés, különben október 31-e után zárolhatják a bankszámlákat. Ez azoknak az ügyfeleknek kötelező, akik 2017. június 26-a előtt kötöttek szerződést a bankkal. Ezt egy 2 évvel ezelőtti pénzmosás elleni törvény miatt kell megtenni a természetes személyeknek és cégeknek egyaránt. Az eredeti határidő június végén volt, addig azonban több mint 1 millió ügyfél nem egyeztette az adatait. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 25-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, szombat este pedig heti hírösszefoglalónkkal, a Krónikával jelentkezünk. Tudósításainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Továbbra is anticiklon alakítja térségünk időjárását, ezért folytatódik a napos, az ilyenkor átlagosnál melegebb nyárias idő. Fronthatás nem terheli szervezetünket. Szombat reggelig túlnyomóan derült idő várható, esni nem fog, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 fok körül alakul. Napközben is marad a száraz, derült idő, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délután 23 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap még nem várható érdemi változás időjárásunkban. Folytatódik az enyhe, kora őszi idő. Éjszaka nagy területen képződhet köd, amely néhol akár napközben is tartósan megmaradhat. Hétfőn hidegfront éri el hazánkat, hatására felhősebbre, változékonyabbra és jóval hűvösebbre fordul az idő. Csütörtökig több helyen várható eső, zápor, és már a hőmérséklet is visszaesik.